A 15. amatőr pop-rock jazz fesztiválra a nevezések ezúttal a Duna nyugatra eső oldaláról érkeztek, helyi, valamint Tolna megyei nem volt a fellépők között. Műfajilag azonban sokrétűre sikeredett a fesztivál, idén a populáris műfajok jelentek meg, azaz funk is, rockos előadásokat hallgathatott a Csengei Dénes Kulturális Központ közönsége. A Szángold elnevezési formáció Sopronból érkezett a megmérettetésre. A zenekar kb. 2,5 éve alakult, folyamatos tagcseréket követően értük el ezt a jelenlegi felállást. Soproniak vagyunk, blues rock, illetve rock irányvonalat képviselünk. A saját zenénken túl előszeretettel játsszuk Jimi Hendrix, Eric Clapton és a Pearl Jam zenekar dalait. A zsűrit Berki Tamás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énektanára vezette. Tagjai voltak még Pap Gyula, a P-Mobil együttes billentyűse, Sárdi Barbara, a Mother Funker együttes énekese, szövegírója, Hímer Bertalan rockzenei szakíró, gitáros és Újfalusi Gábor, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója. Ruff Ferenc, a programvezetője elmondta, idén a fesztivál jelleg dominált, így a zenekarok színpadi rutint is szerezhettek. Amatőr zenekarokat várunk, akik nem rendelkeznek lemezkiadó szerződéssel. Ennek a lényege, hogy tényleg nem a tudást jelöli itt meg az amatőrizmus, hanem hogy nincsenek kiadó istálójába befogva őket, és teljesen keresik az útjukat. Ez a tudás szempontjából is fontos, mert a fesztiválunk egyik legfontosabb ismérve, hogy a fesztivál után, vagy a tehetségkutató programja után van egy értékelés, ami miatt minden évben szinte egy-két zenekar visszajön, mert azt mondja, egy kis kutatás kapcsán azt mondják nekünk, hogy ezért érdemes idejönni, mert ez az irány, amit itt a zsűrik, szakemberek mondanak, az az úton járható számukra. Az amatőr csapatok bemutatkozását két már ismert formáció koncertje követte, a Tűzmadár zenekar és az Ulbert Hess projekt lépett színpadra. Mindkét együttesnek van paksi vonatkozása, azaz paksi tagja vagy tagjai. A rendezvényen az elmúlt évekhez hasonlóan értékes hangszervásárlási utalványok, fellépési lehetőségek, 15 óra stúdiómunka, rádiós bemutatkozási lehetőség és egyéb értékes díjak találtak gazdára.